Ha felemeljük a poharat, amiben van egy kis bor is, és ezt megkóstoljuk, akkor tudatosítjuk tulajdonképpen azt, hogy a bor élmény. Nehéz évet tudhatnak maguk mögött a csallóközi borászok, és az idei esztendő sem ígérkezik kihívásoktól mentesnek. A rendkívül száraz 2022-es év próbára tette a szőlészeket, akik az időjárás okozta nehézségek ellenére szép és minőségi borokat tudnak a fogyasztók asztalára tenni. Prajem vám veľa zápalu aj naďalej pre tú krásnu prácu, ktorú ste zasvetili vinohradníctvu a vínu. Barton László somorjai borász szlovákiai és külföldi borászok jelenlétében ünnepélyes eseményen mutatta be új borait, amelyeket az Európai Borlovagrend tagjai megszenteltek. Az idén 20 éves Bartal családi pincészet az egyik legnagyobb családi vállalkozás Somorja környékén, ahol a 350 éves szőlőtermesztés és borkészítés hagyományait igyekeznek ápolni. Szlovákia élen jár az új szőlőfajták nemesítésében. Az új fajtákból Bartal László is készített bort. Ez a új fajtánk az a Svojsen, egy új nemesítésű szőlőfajta, ami a Rajnai Riesling és a Leánka és a Szürkebarátnak a kinemesítéséből van. 18 hektárunk volt egész tavalyig. Tavaly kiütettünk 3 hektárt plusz hozzája, úgyhogy most már 21 hektár fölött gazdálkodunk, és most egy kicsit bővítettük a fajtáinkot, és ezáltal most már lett Irseink, Szürkebarátunk, Sauvignonunk és Pálavánk. A Bartal család nem pusztán bort készít, hanem az Európai Borlovagrenddel arra törekszik, hogy népszerűsítse a borfogyasztást. Ez idén nem kis feladat lesz, ugyanis a bor készítésének, palackozásának és csomagolásának 30-50%-kal emelkedtek a költségei. Így félő, kevesebben tudják maguknak megengedni, hogy minőségi bort igyanak. Elszomorító jövőnek állunk elébe. Tudnék, az az ember, aki megszokta, hogy bemegy az étterembe és iszik egy jó közepes bort, ami kellemes az elfogyasztott ételhez, az most nem biztos, hogy meg tudja engedni magának, mert ez a bor nem a kétszeresére emelkedett, hanem még többre. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy most mennyire adjuk a bort, inkább legyen kevesebb a nyereségünk, de eladhatóvá váljék az a bor számunkra is, meg a vevő számára is. Az Európai Borlovagrend szlovákiai konzulátusa szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatait a magyarországi kollégákkal, ezért egyeztettek az együttműködési lehetőségekről. A V4-es országokon kívül Európa más országaival is szeretnék bővíteni kapcsolataikat, hogy közösen lépjenek fel a problémák megoldásánál és a magyar borok hatékonyabb értékesítésénél. Ez az együttműködés, amit most mi kezdünk kialakítani, arra is jó lesz, hogy a határon átnyúló EU-s pályázatokba be tudjunk kapcsolódni. Takarékosabb gazdálkodásra kell átérni az embereknek, ebbe beletartoznak a borászok is. Nyilván olyan dolgokat megcsinálnak, amit idáig nem csináltak meg. Félretesznek, és most nem azon gondolkodnak, hogy meggondolatlanul hiteleket vegyünk fel, hiszen a magas infláció magas hitel kamatot jelent, és az sajnos veszélyhelyzetbe hozhatja nem csak a borászokat, hanem az egyéb vállalkozókat is. Ezért tapasztalatcserére van szükség. A szlovákiai borászok szerint az eddiginél is nehezebb lesz a talpon maradás. A nagyobb pincészetek rendelkeznek tartalékokkal, de a közepes pincészetek közül több is van, amely már bezárt. A kereskedelemben nagy a konkurencia az olcsó külföldi borok behozatala miatt. A hazai borászoknak így nem marad más, mint a folyamatos fejlesztés és minőségemelés.